December 15-én megtelt a Kerepesi templom utca, legalábbis a templom és a művelődési ház előtti szakasz. A város karácsonya sokakat vonzott, már csak az enyhe időjárás miatt is, bár volt, aki felsóhajtott, ilyenkor hangulatosabb az ünnep hóesésben, hol vannak már a régi telek. Természetesen volt kézműves vásár, igazán szép termékek közül lehetett válogatni. A vendéglátásról a nemzetiségi önkormányzatok gondoskodtak. Az óvoda Csicseri Borsó csoportja nyitotta a színpadi fellépők sorát. Verses zenés összeállítással lépett színpadra Sipos Judit és Szabó Arnold. Szent Miklós legendáját Pintér Zsolt mesemondó hozta el. Küldönce küldött egy levelet maga a pápa, hogy amelyik felszentelt pap belép ennek a városnak a kapuján, azt azon nyomban megteszik püspöknek. Hát mondtam, hogy Miklósnak éppen arra vezetett az útja. Hát a jó Isten rá gondolt, mert ő lépett be először azon a városkapun, bizony vitték mindjárt a főpapok elé, s megtették püspöknek. Nem igazán akartam is Miklós püspök lenni, de hát nem volt mit tenni. Hanem aztán onnantól kezdve is nagyon jó püspök volt. Pászti Viki karácsonyi dalamokkal érkezett. A Napfényháza fogyatékkal élők nappali klubjának képviseletében Ecsedi Edina és Gugó Ágnes érkezett. A babtársulat gólyalábasokkal és óriásbábosokkal szórakoztatta a közönséget. Elhoztuk a Kárpátok legbarnább fekete medvéjét! Legfeketebb barna medvéjét! A 2019 esztendős! 12 hónapos, 2 hetes, másnapos, Mihály Misi,
Megint a kocsmába voltál, amíg itt a rekord. Misi, gyere! Előadásra, szóra! Valamit fújjál neki, hát ha bejön! Na! Fellépett a kerepesi hagyományőrző székelykör is. Jól esett hallani egy kis evangélikus örömzenét. Nem saját érdemei, csak Jézus vérével. Benemlítette hív most így szóra, egyele vágyal vezényelt, jövünk az átra, jövünk az átra. Áldott adventet kívánunk mindenkinek! Eljött Gödöllőről a Bim Bam Boys csengettyű együttes. Nagy sikert aratott Dombi Dávid és Tóth Csillagvirág néptánc bemutatója. Énekkel érkezett Krekács Dalma. Szóval
Bámulatba ejtették a közönséget a Flame Flowers tűzzsonglőrök. Sötétedés után Gyurica László polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Csak éppen van egy kis hiba. Egy alapszabály, amit szintén tanulok, hogy minden negatív oda sétál vissza, ahol megszületett. Hogy minden rossz végezetül azt találja el, aki kilőtte. Hogy minden bántás eredményében az bántja, aki kiszórta magából. Mert a boldog ember nem bánt. Ellenben aki bánt, az nem boldog. Ő nem boldog. Ő bánt. Ő szenved emiatt. Megtanulod ezt? Megtanulod ezt? Megtanuljuk ezt? Együtt. Áldott advent ünnepeket kívánok mindenkinek. Megnézhetett a közönség egy igazi túrai betlehemest is. Gyere, te öreg! Nem megyek, mert félek, hogy a háziasszony kiveri a fogamat és szálkópászta! Gyere, te öreg pásztor! Nem megyek, mert félek, hogy a házigazda belém önt egy liter bort! Gyere be, te öreg! Hát nem megyek akkor! A szipszum-szakszum szerencsés jó eszét kíván! A házigazdának, meg az egész családjának, hát ideben csak eztek isztok! Szegény öregapátok tejfölös szakállára nem is gondoltok! Na majd lesz néztek ütlet, ha megyünk az öreg! Majd lesz itt evés, ivás, hétfrüki, szalonna hasítás. Ez a férfi. Én is úgy elfáradtam, hogy leheveredni. Lehet-e? Biztos? Az ünnep csúcspontjaként gyertyagyújtás és körmenet következett a Páva Kör Egyesület vezetésével, az Aranyeső és a Lila Akác nyugdíjas klubok tagjainak közreműködésével. Kerepesi karácsonyt színpompás lézersó zárta. Innen